Kifulladásig a gitár a bőgő, a szakszés adja, és dögnek a dobok is, az anyja. Hol van a főnök a játékmester, aki ha megölel, úgysem eresztel, ő az a bóc, és hol nem is eszel. Mindenki rád már, gyere már, Eszter! Jó, jövök már! Itt vagyok, sziasztok, én voltam Eszter. Jó kedvet hoztam egy egész rekettet. Mindenki tampra, kezeket tapsra, ugorj ma vasra, de ne es hasra. Eljöttem hozzátok, mert azt akarom, hogy ti legyetek ma a zenekarom. Eljöttem hozzátok, mert azt akarom, hogy ti legyetek ma a zenekarom. Mondjuk ehhez szükség lenne hangszerekre. Van esetleg nálatok hangszer? Hoppá! Ó, anya, nagyon fölkészült vagy. Előre készültek itt bizonyos felnőttek a koncertre. A taps az egy nagyon jó kis hangszer, nagyon ügyesen csinálja a kis barátom is. Ha valakinek a keze már zsibbadt tőle, akkor lehet így dobogni a lábunkkal, az is egy nagyon jó hangszer. Ez a színpad nagyon jól dönt, nem tudom a követkel mi a helyzet. Aha, aztán lehet így csettingetni is, lehet cuppogni, ha valaki elhozta a száját. Lehet a kutyákra kugadni természetesen, és akkor igazi internacionális és intergalaktikus szimfonikus zenekar leszünk, állatok és emberek együtt. Aztán természetesen szükségünk van tánckarra is, úgyhogy apa fiatalember már mutatja is a kellő lépést. Ezt kéne utána csinálni. Na szóval választatok egy jó kis hangszert magatoknak. És ahogy a zenekarok szoktak próbálni, én azt olvastam egy könyvben, bár ez szerintem csak ilyen urban legend, de most mi próbálunk egyet, jó? Megvan a hangszeretek? Figyelj! Ez lesz a ritmus! Azaz! Eljöttünk hozzátok, mert mindegyet akarunk, hogy ti legyetek ma a zenekarunk. Na, nagyon jó kis zenekar voltatok. Az az igazság, hogy a zenekar tökéletes, egyébként korhatármentes a felvételi hozzánk, tehát nyugodtan, ha felnőttekben így évek óta él az égő vált, hogy ó, bár zenekari tag lehetnék valahol, itt a lehetőség, nyugodtan szálljatok be bármilyen hangszerrel. A tánckarunk az még egy kis bővítésre szorul, úgyhogy de van itt, aki szeret táncolni, a fiatal emberen kívül, aki már megmutatta, hogy szeret? Hopp! Egy! Senki? Kettő! Három! Négy! Tovább úgyse tudok számolni, úgyhogy ez pont elég lesz. Szintén korhatármentes a felhívás, mutatom a koreográfiát, ha én meg tudom csinálni, ti is. Mondjuk én évek óta gyakorlom, de ezt ne stresszeljen benneteket. Én itt ki vagyok nevetve, tényleg nem akarok panaszkodni, de a kisasszony halkan kuncog rajtam, pedig nagyon régóta gyakorlom, mutatom még egyszer. A kisasszony meg nem is annyira halkan kuncog rajtam. Jó, miért utánam tudjátok csinálni? Megint kuncogott? Na tessék! Na tessék, akkor aki most kuncogott és aki nem, az csinálja, utána mutatom, ez egy nagyon komoly tánc, úgy hívják, hogy rock!
Honhoz ugrik és szólnak az öröm slágerek. A játszó házi rock and roll. Hallod milyen szépen szól. Mi a gyerek nyári van itt a kettőtek játékok. Azt, hogy minden mind gondolkodol. Játszó házi rock and roll. Hallod milyen szépen szól. Én is elszoktam már ennyitől, pedig nem nagyon nehéz koreográfia. Mutatom, jó, hogy ha valaki erőt érez magában, akkor ez léphet jobbra, léphet balra. Ilyen egyszerű lesz. Ennyi az egész szintra. Leborítottam a ládát igazából. Visszaborítom, nagyon vadul táncolok, leborul a láda. Figyelj! Jobbra-balra! Kinek megy? Nagyon jó vagy, anya! Ki az, aki elfáradt ettől? Senki!
bátortalanul jelentkezik. Nyugodtan el lehet fáradni, én is nagyon elfáradok három ilyen szám után. De még nem! Hűha, akkor kell még egy fárasztó feladatot találnom. Igen? A paradicsomot! Na hát, ennek nagyon örülök. Nem tudom, hogy állsz az egyéb gyümölcsökkel, vagy a paradicsom egyáltalán gyümölcs? Most teljesen össze vagyok zavarodva. Én például nem gyümölcs. Mert a gyümölcs az fán terem, igaz? Ültetek egy gyümölcsfát, elültetem benne, meglocsolom. Locsoljátok meg ti is. Ez gyorsan megnőtt. Fölnyúlok és leszedek egy... almát, jó. Szépen udvariasan csámcsogás nélkül megeszem. Tényleg? Mit szedjek még? Szedhetek erről a fáról még valami? Semmit! Semmi az gyümölcs? Igen? Az alma az gyümölcs. A paradicsom meg zöldség. Akkor fölnyúlok és szedek egy... kávét! A kávé az gyümölcs? Mondjuk kár, mert akkor minden reggel gyümölcset ennék. Tudom mit, leszedek egy epret, az gyümölcs. Van is eperfa, ha jól tudom. Leszedek egy barackot, jó lesz? Leszedek egy tururudit. Miért nem? Tururudi nem gyümölcs? Jó, tudom már, leszedek egy dinnyét, az gyümölcs. Miért nem? Ugye, hogy az gyümölcs? Na, akkor miért ne szedjem le? Egészen nyugodtan. Jó, István, nem figyelsz oda, elaludtál, miközben én itt beszélek, csak kíváncsi voltam, hogy alszul-e. A dinnye nem a fán terem, hanem a földön, de azért együnk egy nagy görög dinnyét. Te is elfáradtál, szuper! Akkor nincs más hátra, mint csücsüljetek le ide.
kelek nektek egy ajtatót, lehet oda a kőre nyugodtan, szerintem most elég meleg sütött a napocska. És énekelek egy jegyezd meg mindenképpen, jó? És végén beszélgetünk egy hosszút. De most énekelek mindenkinek egy ajtatót. Nem tudom, van olyan, aki esetleg ébren szeretné hazavinni a gyerekét, vagy elaltathatom nyugodtan. Nem probléma, ha karba kell hazavinni, jó? Akkor... Gyere! Most már ne rögtön, egy kicsit fiam, te gudli, hagyd az anyádat aludni. Fejezte már a rinyádat, s hagyjad aludni anyádat. Fejezte már a rinyádat, s hagyjad aludni anyádat. Na. Elaludtatok? Nem. Miért nem? Az volt a címe, hogy altató. El is mondtam benne többször, hogy aludj már el. Mi volt vele a baj? Nem jó? Nem szép? Nem szép? Soha többet nem írok dalokat. Szép volt, akkor mégiscsak írok dalokat. Szép volt, de nem jó altató. Ó, tudom már, az lehetett vele a baj, hogy túl halk volt. Nem. Nem, hanem túl lassú volt. Túl hangos volt! Meg kell jegyeznünk, nem írhatunk nagyon hangos dalokat ezentúl, hanem akkor milyeneket kell írni? Mi az ellentéte neki? Kicsi dalokat kell írni. Nagyon kicsi dalokat írjunk. Olyanokat, amelyek csöndben vannak. Csöndes kicsi dalokat kell írni. Többszeres szerző lett már ezzel világhírű, majd mi is megpróbáljuk. És nem szabad közben üvölteni, ezt is megjegyzem. Csupa ilyen dalíró kurzus ez a koncert. Próbáljunk meg akkor írni egy halkat, és csöndeset, jó? Nem tudom, mennyire vesz kicsi, de megpróbáljuk. Kicsit ringatózhatok közben, és van, aki ringatnak, akik nem az ringassa el magát, ahogy ő is mondja. Nagy lány vagyok, már tudom régen, hogy nincs mitől félnem. A sötétben s a lámpát anya, ha este elhagyja, nem pusztul meg a függöny rajtja, ugyanaz minden, mint nappali fényben. Nem bújnak szörnyek a ruhás szekrényben, s az ablak előtt sem más, a vindi jó fas dugása. Úgy leszem, és aludhám, és nem látszik, de tudom, hogy ott van az ajtó mögött, a nagy dobozban, hogy képes könyvem az összes játék, születésnapi szép ajándék, az asztal mellett a csendes sarokban, alszik a hegen, a hegen, most még a mézen csukorok fogja, a barna mackó, köszönöm az álmot, jó éjszakát! Nem látszik,
Ami úgy kezdődik, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Úgy kezdődik, hogy itt a vége. Jó, akkor kezdődjön úgy, hogy egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy vörös szőrű, hegyes, bozontos farkú, vörös, ravaszdi. Jó, hát akkor legyen róka, ha ennyire akarjátok. Én a tehénre gondoltam, de mondok akkor egy mesét a rókáról. Ja, mert ott van rajta! Lesmi! A rókaikban rókáiknál folyton állna bár. Az erdő sem hallott még évitát. Szülei szintják, mint hiába róka a romikát. Rendetlen a rókai fűság. Tombol a régi díli, a helyzet. Édes gyermekem! Nem, ha miért nem? Az, aki nem tud rendbe tenni egy gyerek fog.